Nagy szeretettel köszöntöm a Nexus Televízió kedves nézőit, önök az Egészség Klub műsorunkat látják, amiben ma a betegségeket fogjuk megvizsgálni, azokat a betegségeket, amelyek hát gyérítik a magyar lakosságot, mert hogy ebben a kis országban sajnos igen beteg társadalom van, és beteg társadalommal nagyon nehéz egy egészséges jövőképet építeni miből, mitől vagyunk ilyen betegek vajon, mitől vagyunk mi ennyire megbetegítettek Magyarországon. A témában beszélgető partnerem dr. Horkovics Kovács János, barátom, aki erről elég sokat fog tudni mesélni. János, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Talán kezdjük azzal, hogy kapcsolatunk ugyan jóval régebbre nyúlik vissza, de négy évvel ezelőtt, talán négy évvel ezelőtt készítettünk egy felvételt veled, ahol egy ilyen vakcinát mutattunk be, a citonormot, amely egy nagyon érdekes, izgalmas készítmény, de erről majd te fogsz beszélni. Én bennem az maradt meg, hogy ez négy éve, mikor elhangzott ez a műsor, akkor azt követően is, egyébként is, de aztán azután is nagyon sokan kezdtek járni hozzád, nyilván orvos kollégáidhoz is, akik ezzel foglalkoznak, ezért a vakcina kúráért négy év után még mindig van ez a citonorm, még mindig jelentkeznek érte emberek, vagy kiábrándultak belőle, mert nem működik, mert ez is átverés. Szóval mennyi, milyen tapasztalataid vannak? Hát a fölvezetéseddel kapcsolatban nem csak, hogy egyik legbetegebb, Nép vagyunk itt Európában, hanem sajnos egy másik dolog is nagyon súlyt minket. Magyarországon a legtöbb az gyilkos. Az európai népek közül. Tehát két oldalról is zsugorítják a nemzetünket, és van még egy dolog, ami nagyon-nagyon ami ijesztő. Ugye Magyarországon a magyar gyerekek még fölnőnek, kb. 40 védőoltást kapnak. A védő az nagyon. időző ugyanis ettől a védőoltásoktól olyan brutálisan megnőtt az autista gyerekeknek a száma, ami ami szinte elképzelhetetlen. Gondoljunk bele, hogy én most ugye én az 55-ben 55 születtem, ez a korosztály, ez Mire felnőtt, összesen kaptunk az életünkben 4-5 védőoltást, és köszönjük szépen, jók vagyunk 70 éves korunkban is. De a mai gyerekek körülbelül 40 oltást kapnak. Most ezek az oltások sajnos teljesen más típusúak, mint amit mi kaptunk, ugyanis a mi oltásaink kapcsán valamelyik részét a korokozónak, ami már nem fertőz, azzal csináltak egy immunizálást, ami hatására kialakult bennünk egy olyan immunrendszer, ami hogyha azzal a korokozóval újra találkoztunk, az akkor ez a fölépült immunrendszer képes volt ezt a korokozót elpusztítani. Hát most ugye a úgynevezett modern világban olyan, olyan oltásokat készítenek, amelyek messenger alapú. Na most ezek az oltások, ezek belenyúlnak a mi genomunkba, ez genetikus modifikációt csinálnak a testünkben, Amivel, aminek a következménye olyan komoly betegségeknek a kialakulása majd a későbbiekben, ami most még szinte alig belátható, mi mindent csinálnak velünk. De minden esetre az oltásunknak a döntő része, amit most kapnak a gyerekeink, azok ilyen génmódosító injekciók. Na most azt is tudni kell például a gyerekeinkkel kapcsolatban, hogy 10 évvel ezelőtt 140 gyerekre jutott egy autista. Amikor én egyetemista voltam, ez a szó, hogy autista, mi nem is létezett, mert ilyen gyerekek nem léteztek. Tíz évvel ezelőtt volt 140 gyerek közül egy, és most úgy néz ki a statisztikai alakulás alapján, hogy 2026-tól a Magyarországon született összes gyerek autista lesz. De most ennek mind nyilván megvan a háttere, hogy mi okozza, valami okozza ezt. És mi okozhatja ezt? Hát a legnagyobb valószínűség a védőoltások, vagy ezek az oltások, amit a gyerekeink kapnak. Ugyanis ezek az oltásoknak nem csak az, hogy génmodifikációs tulajdonságuk van, hanem ezek tele vannak higannyal és alumíniummal. Most ugye mindenki tudja, akinek kisgyereke van, hogy megszületik a kisbaba, három-négy napon belül már meg is kapja az első oltást. Ugye általában hepatitis B ellen való oltás, vagy esetleg tuberkulózis elleni oltást. Na most ezek az oltások, mind ahogy a többi is, tele vannak higannyal és alumíniummal. Ezzel stabilizálják magát az oltóanyagot. Na most ugye, az, pláne az orvostársadalom, mert mindenki tudja, hogy egy-másfél év után alakul ki az a vér agygát, ami megakadályozza azt, hogy ezek a nehéz fémelemek, vagy bármilyen más károsító, bekerül az agyba. Tehát, hogyha valaki a szülés után egy pár napon kap, belül kap egy ilyen oltást, ott még nincs véragygát, tehát kor, mindenféle akadály nélkül ezek az anyagok bekerülnek az agyba és a higan és az alumínium az egyik legkárosabb idegsejtet károsító anyagról van szó. Volt egy olyan vizsgálat, ahol lehetett látni, ez mikroszkopos vizsgálat volt, lehetett látni, hogy a, ott volt egy agysejt, egy, egy az idegsejt ideg kultúrát lehetett látni a mikroszkóp alatt, és ehhez hozzá cseppentettek egy icipici kis csepp higant, és akkor azt lehetett látni, hogy azok az idegsejtek, amik gyakorlatilag, egészséges állapotban úgy néznek ki, mint egy polip, tehát van egy sejt, és abból sok kis lábacska nyúl ki. Ezek a lábacskák a higany becsepentése után azonnal összehúzottak, és ezáltal azt érjük el, hogy a ideg sejtek közötti kapcsolatrendszer nem tud kialakulni. Na most ezek azok az a dolgok, amit például a, a magyar ifjúságnál létrehozzák az autizmust. Ami egy viselkedési anomália, az autizmusnak is több több csoportba sorolható betegsége van, talán 11 fajta is van, ha jól tudom. Legkülönböző tünetekkel, hát hogyha valaki nem tudja, mit, hogy képzeljen el egy autista gyereket, hát bizonyára már láttak olyan gyereket, aki reggel estig így mozog. Vagy nem beszél. Vagy nem tud viselkedni. Tehát nagyon sok típus van, Na most ugye úgy néz ki a statisztika, hogy 2026-tól a oltások következményeképpen az összes magyar gyerek autista lesz. Na most ez mit jelent? Ha ez a generáció fölnő, akkor megszületik, vagy fölnövekszik egy olyan generáció, ahol mindenki autista. Most egy autista társadalom nem képes föntartani magát. Nem tudja megszervezni a társadalmat. Tehát teljes kiszolgáltatottságba kerül, Ezáltal gyakorlatilag a mi társadalmunkat intellektuálisan ki, kiherélik, vagy kipusztítják. Tehát nem csak arról van szó, hogy minket mérgeznek, ugye a kemtreltől kezdve, az aszpartánnal a táplálékban rengeteg területen tetten érhető, de magával a oltásokkal is egy intellektuális kiirtása történik a népünknek. És nálunk kötelező ez a gyerekoltás. Most vezető, igen kötelezővé tették. Ha van olyan szülő, aki utána néz ezeknek a szörnyű dolgoknak, és eldönti azt, hogy nem hajlandó beadatni a gyerekének az oltást, akkor a ma, ma érvényes jogszabályok alapján attól a szülőtől a gyereket elviszik, és erőszakkal be fogják oltani. Döbbenetes. Tehát a szülőnek nincs meg a lehetőség, hogy megvédje a gyerekét. És emellett ugye nem csak ilyen statisztikák vannak, hát vannak nagyon, nagyon, nagyon fontos és nagyon előre. Szóval Borzasztó statisztikák, mondok egy következő példát, a magyar gyerekeknek a 20%-a, vagy 30%-a analfabéta, méghozzá funkcionális analfabéta. Az azt jelenti, hogy ha elolvastak vele egy szöveget, a gyerekünk nem érti azt, hogy mit olvasott. Ez, ez a funkcionális analfabetizmusnak Igen. a jellemző tulajdonsága. Igen, de a ma élő felnőtt embereknek 20%-a funkcionális analfabéta. Tehát ez a folyamat nem most kezdődik, ezt már régóta csinálják a nemzetünkkel, tehát gyakorlatilag az egész társadalmat viszik a demens társadalom irányába. Kiütik az agyunkat. Na most itt ugye nyilván a, az a társadalom, aki, akinek kevés hozzáférése van az orvosi tevékenységekhez, ezen abszolút nem tud védekezni. Teljesen kiszolgáltatott állapotban van. Itt a orvosi társadalomnak kéne megszervezni magát, és megvédeni a saját társadalmát. Csak hát Magyarországon egy olyan orvosi kamara volt idáig, aki ezt favorizálta. És azokkal az orvosokkal szembe, akik fölhívják a figyelmet, hogy itt nagyon nagy a baj, azokkal nem hajlandó leülni egy kerekasztal és megtárgyalni a dolgokat. Sőt, elítélik, büntetik, bírósági tárgyalás elé vezetik azokat az embereket, akik itt mernek fölszólalni. Na most ezek, ezek miatt alakult ki egy új magyar orvosi társulat, vagy szerveződés, amit úgy hívnak, hogy új magyar orvosi kar. Na most ezekben, ez ugye, ez, ennek az aktualitása akkor vetődött föl, amikor volt ez a Covid-oltási őrület. Igen. Ugye az orvosoknak egy jó része szerencsére, de nem a döntő része, az, az nagyon hamar észrevett, hogy valamit nagyon nem stimmel. Mert azok az orvosok, akik nem szolgalelkűen teljesítik azt a parancsot, amit egy fölsőbb intézmény ad nekik, mondjuk egy orvosi kamara, például, vagy az állam, azok, azok ugye szolgalelőek megkapják a parancsot és megcsinálják, hanem azok az orvosok, akik vették a fáradtságot, és utána néztek a világ minden részéről való irodalomnak, és az egyre súlyosbodó betegségeknek a megjelenésével, azok azok az orvosok elég, gyakor, elég hamar észrevették, hogy itt valami nagyon-nagyon nem stimmel. Ugye én ezzel a dologgal, ahogy megjelent a Covid, nekem az első pillanattól kezdve gyanús volt sok minden, tehát én elkezdtem kutatni a világhálón. Meg ugye azért olyan dolgok is azért fölhívták az embernek a figyelmét, például, hogy a parlamentben, levő munkásokat nem kell beoltani, mert, sőt, ezt nyilatkozatban nyilvánosságra is hozták. Tehát rengeteg olyan dolog volt, ami nekem nagyon gyanús volt. Pláne akkor, amikor kiderült, hogy a Pfizer meg az U.S. von der Leyen között milyen, milyen korrupciós dolgok vannak, tehát itt annyira sok helyen bűzlött a dolog, hogy, hogy az ember nagyon-nagyon kezdett vigyázni a dolgokra, és akkor aztán még egy dolog. Kiderült erről az oltásról, hogy ez egy kísérleti oltás. Na, ezt akartam, ide akartam bekapcsolni. Legfontosabb dolog. Hát, hogyha egy orvosnak a kezébe adnak egy kísérleti injekciót, akkor az az orvos nem tudja, hogy mit fog ezzel az injekcióval csinálni, és mi lesz a következménye az oltásnak 2 éven belül. És az orvosi esküjéhez hülyen akkor ő ezt... Annyira áthágta az orvosi esküjét, hogy nem igaz. Szóval számomra, az én szememben ez egy olyan, olyan etikai bűn, hogy ez kife, ez nem is, nem is tudom jellemezni. Mert az a orvos, aki emellett, hogy tudta, hogy kísérleti oltásról van, és be, beoltja a nemzet testvérét, az benne van a pakliban, az, hogy népírtást csinál. Igen. Mert senki bűnrészes sem. Bűnrészes gyakorlatilag. Bűnrész, teljes mértékben bűnrészes. És hát most az van, hogy megint a szajkók már szajkózzák, hogy emelkedik a vizekben, a szennyvizekben, a, a covid szintje és hogy most újból tömeges megbetegedések vannak és most mindegyik hírportál akik hát valószínűleg oda vannak bekötve ahova ahonét ezeket a, a folyamatokat irányítják napi szinten lökik már rakják be hogy emelkedik a, a újból a Covid járvány és akkor most fel kell rá készülni de hogy megfogalmazodott bennem hogyha Hát annyi oltást fölvettek az emberek, akkor most már teljes védettség kéne, hogy legyen, nem? Vagy hogyha ha nem az, akkor, akkor minek oltogatták magukat? Meg ráadásul, hogyha be vannak oltva, akkor ne féljenek. Akik még nem oltatták be magukat, azok meg biztos eh, tudják, hogy miért nem oltatták be magukat, és biztos olyan immunrendszerük van, vagy tudják segíteni az immunrendszerüket. Szóval eh, újból jön ez a terror. Én szerintem az, aki be volt oltva, azért azért már rájött arra, hogy az oltás az égvilágon semmit nem segített a járvány ellen. Hisz az oltásokat ugyanúgy, ugyanúgy megbetegedhettek a oltás után, mint az előtt. Nem beszélve arról, hogy az oltott emberek, akik még nem is találkoztak esetleg ezzel a fertőzéssel, komoly betegek, betegé váltak. Tehát nagyon sok adat utal arra, hogy maga az oltás az károsító volt. Nem beszélve arról, hogy ez a PCR-teszt, amivel állítólag diagnosztizálták, hogy valaki fertőzött vagy nem fertőzött, hát ez úgy lehetett beállítani, hogy a vizsgáló döntötte el, hogy ez a PCR most pozitív vagy negatívat fog mutatni. Tehát azt tudtam kihozni a PCR-tesztből, amit én akartam. Semmi köze nem volt a betegséggel kapcsolatban. Tehát ez egy, itt egy olyan átverés zajlik minden téren, hogy ez elképzelhetetlen. És az emberek sajnos ugye a két évig zajló folyamatos propagandát hát ugye elhiszik, mert hogyha valaki 60-szor hallja azt, hogy ha nem oltatod be magad, akkor meghalsz, akkor előbb-utóbb elhiszi még azt is, hogy fekete az fehér. Tehát... És a média felépíti ezeket a virológusokat, meg nem tudom, szakembereket, van, meg igen, ilyen igen, celebeket, igen. és akkor igen. azok, hát van az a pénz úgy látszik, amelyikére ezt megcsinálják, de ezeknek az embereknek gondolom, hogy azért... Szóval nem nagyon néznek tükörbe, tehát otthon gondolom a tükör tesznek valamit, hogy ne... Mert... És ugye emellett, hogyha az ember szétnéz a magyar egészségügyben, akkor még azt is látja, hogy a sürgőségi problémával bemegy valaki a kórházba, akkor esetleg 12 órát váratják őt úgy a váróteremben, hogy meg uh. se nézik. Ilyen, ilyen beszámolót nekem a betegeim nagyon sokszor mondanak. Ugye nem régen volt nálam egy ember, akinek, akinek agyvérzés gyanúval ment be. Órákig ültették a váróterembe, még hozzányúltak, és volt ott egy ember, aki már összeesett a széken, és lent feküdt a padlón, és este kettő órakor foglalkoztak vele. Tehát olyan dolgokról mesélnek el, ami, ami nem is tudom, középkorra se volt jellemző, mert egyszerűen bajba volt valaki, azonnal segítettek neki. De itt nem. Tehát katasztrofa mi zajlik. Ugye halljuk azt, hogy Magyar Péter járja a kórházakat, és penészes padlástól kezdve nincs papír, meg szappan, meg mit tudom én, meg nincs klímaberendezés, de ez csak kiragadott dolgok. Emellett hány dolog van, ami nem stimmel a kórházainkban? Nem beszélve, hogy nincs orvos. Tehát borzasztó, hogy mi zajlik a egészségügyön belül. Te rákérdeztél erre az oltásra, ez nem vakcina, amit mi alkalmazunk a rendelőbe, ez egy oltóanyag. A citonorm. A citonormra visszatérve. Citonorm. Igen, citonorm. Ugye vannak emberek, akik ezt csípőből azt mondják, hogy ez kuruzslás. Csak nem szabad elfelejteni, hogy a egyetemeinken gyakorlatilag semmit nem beszélnek arra, hogy a rezgésekkel mit lehet elérni. Ugye gondoljunk bele, hogy nincs olyan anyag a világon, aminek ne lenne meg az anyagra jellemző rezgése. Tehát nincs olyan. Akkor miért kell csodálkozni az, azon, hogy esetleg egy rezgés segítségével hozok változást létre a sejtben? És ez a leghatékonyabb része a dolognak, magának a sejtnek, az anyagnak az egyik alapvető tulajdonsága a rezgés. Tehát, hogyha egy rezgéssel próbálok itt változtatni, ez teljesen triviális, hogy ez működni fog. Na most ebben az esetben, ugye sok embernek, sok tudósnak a egymásra fűződő munkának az eredménye az, hogy ez a injekció megszületett. És ez az injekció ez valahogy úgy működik, hogy olyan rezgéseket vittek be a folyadékba, aminek, ami, ami, ugye a víznek van egy olyan tulajdonsága, hogy képes megragadni és tárolni rezgést. Ezt a doktor Kazuhiko, nem, nem, M. 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 nem, 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 nem. Ja igen, a Masaru Emoto, ez a doktor Masaru Emoto volt az, aki ezt bebizonyította, hogy működik. És ezt követően ugye, több kutatónak a segítségével létrehoztak egy olyan injekciót, amiben olyan rezgések vannak belevive, amelyek képesek arra, hogy a koleszterin molekulának az atomjait átrendezve vizoldékonyá teszik a koleszterin molekulát és ezt követően ez a, be, ez a érfalba beépült koleszterin molekula képes arra, hogy oldódjon onnan. Most az oldódásnál nem kell attól félni, hogy egy nagyobb darab egyszerre leoldódjon, mert az életveszélyes lenne, hisz eltömhetne fontos erecskéket. Ez az oldás gyakorlatilag mindig molekuláris szinten zajlik. Tehát szép, lassacskán egyik molekula a másik után bemegy a vérbe, majd kimegy a Kopik le. Szépen leolvad, igen. És ennek a segítségével lehet elérni azt, hogy akár egy-másfél éven belül szépen leoldjódjanak az erekről az élelmeszesedések, kinyílnak az erek, és ugye ez, az élelmeszesedés az rengeteg betegségnek a hátterében ott van. Magas vérnyomás, cukorbetegség. Ugye a, a láb a hátterében gyakorlatilag mindig az van, hogy ottán eltömeszelődik egy ér, pláne nyilván, hogyha még valaki cukorbetegség is szenved, akkor ezek a betegségek még, hal, még dominánsabban jelentkeznek. De hát a, leggyakoribb leggyakori probléma valóban a magas vérnyomás, mert ugye a statisztika arról szól körülbelül, hogy 40 éves korba elindul az érelmeszesedés folyamata, egy jó pár évig ez panasz nem okoz, majd a szükületek mértékében megjelennek a panaszok. És a panaszok között a legelsők közé tartozik az, hogy az embernek elkezd szép lassacskán emelkedni a vérnyomása. Ha valakinek emelkedik a vérnyomása, és, még, és ez folyamatosan évről évre rosszabbodik, és még emellett azt is láthatjuk, hogy a diasztola és vérnyomás érték, tehát az az érték, amely per alatt van, az már eléri a 90-et, akkor itt az esetek döntő részében azt látjuk, hogy érelmeszesedés van a hátterében. És akkor mi történik egy ilyen emberrel? Elmegy a házi orvosához, az neki azonnal fölír, általában két gyógyszert, egy vérnyomás csökkentőt. Igen. A vérnyomás csökkentő az okilag, az égvilágon semmit ezzel a betegséggel nem tud csinálni, az csak egy tüneti kezelés. Ezzel nem csinálunk semmit, csak a gyógyszeripart hizlaljuk, hisz egy ilyen ember 20-30 évig fogja szedni a gyógyszerét, de hogyha abba hadná, akkor ugyanaz az állapot, sőt, esetleg rosszabb állapotot lát, mint a kezelés kezdetén, tehát csak egy tüneti kezelés Igen. kap. A másik gyógyszer, amit ilyenkor föl írni, az a koleszterin csökkentő gyógyszer, az a statinok. Na most ugye itt azért tudni kell azt, hogy egyrészt az orvosi életani könyvben le van írva, hogy a koleszterinnek a fölső normális határértéke az 7,8 és nem 5,2, mert ezt a 5,2-s értéket a gyógyszermafia nyomja az orvosok ora alá, és ezáltal az orvos meglátja, hogy 5 öt eléri a koleszterin szint, azonnal írja föl a betegnek a statint, pedig 7-8-ig normális, tehát rengeteg egészséges ember kap egy gyógyszert normális laborértékek mellett, csak ugye ez az emberek már nem tudják, hogy 7-8-ig normális, de elő kell venni egy orvosi élettani könyvet. És a másik dolog, ami nagyon rémisztő az, hogy 2012-ből volt Los Angelesben nemzetközi tanulmány, ahol öt klinikumnak a beteganyagát nézték meg. Ezeket az adatokat én a paplajos szívsebész professzorútól tudom. Ugye ott öt klinikumnak a beteganyagát nézték meg, olyanokat, és több ezer van köztük, akiket statinnal letettek. Na most ott derült ki a következő érdekes dolog, hogy ennek a gyógyszernek ellentétes a hatása minden miatt adják. Tehát igaz, hogy csökkenti a vér koleszterin szintjét, de az érelmeszes sebességét növelik. Tehát gyakorlatilag egyenes alánya a sír, amit ez a gyógyszer okoz. Ugye? 48 a cukorbetegé teszi az embert, 10 év alatt képes úgy tönkretenni az ember máját, hogy akár májtranszplantációt kell csinálni. Tehát olyan mértékben károsítja az embert, hogy nem igaz. És mi történik Magyarországon? Akinek eléri az ötös szint a koleszterin, már nyomják bele ezt a gyógyszert. Most, ha valaki ezt a gyógyszert nem akarja elfogadni, akar esetleg utána nézett a dolgoknak, azt az illető orvos le fogja teremteni a sárga földig, mert hogy meri ő megkérdőjelezni az ő bölcsességének a tudását? Ugye? Igen. Ez zajlik? Igen, igen. De ez nem csak a, nem csak a érelmeszesedésnél tetten érhető. Rengeteg olyan betegség van, ahol az embert belekényszerítik egy olyan kezelésbe, ami ami nagyon-nagyon megkérdőjelezhető. Nem akarok milyen különböző jellemzőket mondani, mit csinálnak az emberekkel. Hát azt tapasztaljuk egyébként, hogy nagyon nagy Főleg ott a COVID után, a COVID kezelés kapcsán, meg hogy látjuk a, a beoltottak halálozási statisztikájának a meredek növekedését, nagyon sokan, sokak bizalma megrendült a fehér köpenyesekbe, és hát az kezdik az egyre szóval többen érteni, hogy ez kifejezetten a, 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 az, a, az az akadémikus orvoslás, az igazából a Big farmának a értékesítői lánca. Na most térjünk vissza még a röviddel a citonol injekcióra. Én, amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, most már több mint öt éve. És még a tapasztalatokra nagyon kíváncsiak vagyunk. hogy igen, Pont igen. ezért. Na most öt évvel ezelőtt ugye én is ö, óvatosan kezdtem ezzel foglalkozni, mert nem volt saját tapasztalatom. Azóta most már van, és látom, hogy mi mindenre képes ez a injekció. De a kezdet-kezdetén orvos kollégák azt mondták, hogy ez egy kuruzslás, hogy hogy lehet ebbe hinni. Nem csodálom, hogy azt mondja. Mert az egyetem nem tanítják, neki tapasztalata nincs, tehát ő a csípőből azt fogja mondani, hogy ez egy hülyeség. De közben már nekem van olyan visszajelzésem, hogy egyik kórházban volt egy ember, akinek amputálták a lábát, az a csonk az neki begyulladt, vérmérgezést kapott, elkezdett haldoklani, annak a illetőnek a hozzátartozája rohant hozzám, hogy vigyen neki ebből az injekcióból. Megkapta az injekciót. Az orvosok nyilván nem akarták először beadni, de aztán úgy rájöttek, ennek az embernek már úgyis mindegy, úgyis meg fog hallani, hát akkor beadjuk. És az ember két nap alatt meggyógyult a szepszisből, a vérmérgezésből. Ugyanis ebbe az injekcióba két komponens van. Egyik, amelyik oldja a és a másik egy olyan anyag, ami egy olyan immunitás löketet ad az embernek, hogy képesek akár bele egy vérmérgezést leállítani. És nála leállt a vérmérgezés. Na most ez a kórház, ez már nem, jelent, nem mondja azt, hogy ez egy koruzlás. Nekik megvan a saját tapasztalatuk. Na most én most már 5-6 év alatt látom, hogy mi mindent sikerült megmenteni. Négy olyan embert mentettük meg a Nyitott Melkas Szívműtétől, akinek ugye Nyitott Melkas műtét akarták operálni a szívét. Mert hogy szívkoszorú ér. Fönn van, ilyen embereknek kell, csináltam aztán a riportot, mert ugye a legjobb az, hogy ő saját mesé maga meséli, hát ő ismeri a saját testét, a saját történetét. Volt egy olyan szívbeteg, aki a Covid őrület miatt, amikor lezártak osztályokat, és nem engedték be az embereket a kórházban, mert mindent lezártak a Covid miatt, elhalasztották a szívműtétjét, és neki egy nyitott melka a szívműtétet várt volna rá, a Covid őrület miatt hat hónapot elhalasztodott a műtéte, közben megkapta ezt az injekciós sorozatot, bekerült a kórházba, a professzor neki az, mindenről megvan az orvosi lelet, tehát ez az, ez az ember meg tudja, a leletekkel tudja mutatni, hogy mi alak, hogy alakult vele az állapota, a professzor neki azt mondja, na akkor nézzük meg még egyszer a műtét előtt, hogy akkor hogy áll az állapota, és okafogyottá vált a műtét, mert mire a műtétre sor került, már nem voltak beszűkülve a koszorú szerei. És ilyenekből négy van és legalább hét lába sikerült megmentenem az amputációtól. Keserves állapotba jöttek a betegek, el volt sötétedve, el volt, már volt, hogy el volt feketedve a lába. Megkapta a kurát, és 4-5 hónap után elkezdtek megjelenni fehér foltok a lábán, majd ezek a fehér foltok szép lassan kifehéredett a lába, és megmenekült az amputációtól. Döbbenetes. Nem beszélve azokról, azokról az emberek százairól, akik, akik magas vérnyomással jöttek hozzám, és egy év után normális a vérnyomásuk, és nem kell gyógyszert szedni. Na most akkor, hogy ne higgyek ebbe az anyagba, amivel foglalkozom? Napról-napról napról látom az eredményeket. János, tehát te hűséges vagy a hipokrateszi esküdhöz, mert te gyógyítasz, és hogyha ez beigazolódott, hogy ez gyógyhatású, vagy gyógyító hatású, akkor ezt ez nyugodt lelkiismerettel tudod, a, a betegségekben szenvedőknek ajánlani? Hát természetesen, mert most már én nem, nálam ez már nem hit kérdése, hanem látom az eredményeket. Tehát itt már itt én, én azt szoktam valami, hogy na, én úgy gyűjtök, akár hisz benne valaki, akár nem, az eredmény, ami számít. És én látom, hogy az eredmények azok magukért beszélnek. Tehát így vagyok én ezzel az injekcióval kapcsolatban, de úgy általában egyre több olyan dologgal kerül kapcs kerülök kapcsolatban, ami, ami úgy egyik hozza a másikat, például a Covid kezelésben, az, aki megkapta az oltást, és ezek között rengeteg olyan ember van, nagyon-nagyon komoly betegségre szenved. Izületbetegséget, izületi betegségeket kapnak, hasnyálmirigyük tönkre megy a oltás után, a súlyos cukorbetegé válnak, megtámadja a pajzsmirigyüket. Agyi agy, agy, agy érelzárodást kapnak, infartust kapnak, szívizomgyuladást kapnak. Tehát iszonyú nagy az a paletta, ami a COVID oltás után kialakul. És ezek az, ezek az emberek megtalálták a rendelőnket, és hát azért, azért lázte olyan sok férfit, ami jön a nagygyógyászati rendelőbe, Igen. mert fölvállaltuk ezeknek a betegeknek a kezelését. És hála Istennek, rengeteg embert tudtunk visszahozni az egészségbe. Rengeteget. Na most ugye itt azért jöttek aztán a mindig újabb és újabb dolgok, amiben segítségnyújtást tudunk adni az embereknek. Ugye kiderült, ugye 20 növényről például az, hogy képesek közömbösíteni a tüskefehérjét. Ugyanis a COVID-oltásnak, ezek a messenger alapú COVID-oltásoknak az egyik, egyik rákfenéje az, hogy ez, a, ez az információ, benne van az oltásban, képes beépülni a kromoszómába és az a beépült gén, amit onnan sajnos nem tudunk jelenleg kivenni, azok, azoknél az embereknél az életük végéig termeli a tüskefehérjét. És a tüskefehérje viszont minimum öt károsítja a szervezetet. Az egyik legkomolyabb baj az, hogy összetapasztja a vörösvérsejtjeinket. Igen. És az összetapadt vörösvérsejtek megváltoztatják a vérnek a viszkozitását, tehát a sűrűségét emiatt növekszik a viszkozitás, a szív már nem tud mit csinálni, csak ezt a besűrűsödött vért már csak nagyobb nyomással tudja hajtani, tehát eleve emelkedik a vérnyomás. Másrészt az összetapadt vörösvésed eltömeszi kapillárisokat, a hajszálereket. És ugye tudjuk, a hajszáler az az erecske, az az utolsó erecske, ami sejtszinten látja el a sejteket táplálékkal és oxigénnel. Ha ez az ér eltömeszelődnik, az a, az a sejtecske elpusztul, és nem kapja meg a táplálékot. Na most a, az épp sejtek, amik körül, egy elpusztult sejt körül vannak, azok ezt az elpusztult sejtet idegennek, idegennek ismerik föl, tehát megpróbálják onnan kilökni, ami gyuladásokat okoz. És ezért van az, hogy a oltás után különböző helyen létrejönnek a gyuladások. Izületi gyulladások, szévízomgyulladás, agyvelőgyulladás, a tönkre vagy a hasnyálmér, egy gyulladás okoz, okoz. Sőt, a bőrön létrejönnek különböző ilyen foltos elváltozások. A foltocskák nem mások, mint az elhalt sejtek között körüllevő épp sejtek próbálják kiütni azt a sejtet onnan. Tehát gyulladások jönnek létre a bőrben. Na most itten részben, hogyha ugye találtunk 20 növényt, nem én, hanem a tár orvosi társadalom világszerte talált olyan húsz növényt, ami termel olyan kémiai anyagot, ami ezt a tüskefejét tudja közömbösíteni. Most, hogy ez a, ez a tüskefej közömbösítve van, akkor már nem tapadnak össze a vörösvérsejtek. Tehát újra rekanalizálódnak a kapillárisok, újra rendesen el fogják látni a szöveteket oxigénnel meg táplálékkal, tehát egy csomó betegséget így meg tudunk állítani. És nem beszélve arról, hogy ebbe az oltóanyagban benne volt még két mérgező anyag, a gráfenoxid és a gráfenhidroxid, a gráfenoxid az egyértelműen érelzárodásokat okozott. Szerencsére az általában legalábbis egy csomó kutató szerint ez a gráfenoxid, az 4-5 hónapon belül spontán kiürül a szervezetből. Aha. Tehát hogyha az alatt a fél év alatt nem csinált nagy bajt, akkor gyakorlatilag az ember ezt túlélte. De a gráfenhidroxid az viszont egy borzasztó veszélyes molekula, mert több kutatója azt állítja, hogy ez 6-7 évig is eltelik, még körül a szervezetből. És ez a gráfén hidroxid hogyha az ember megnézi ezt az anyagot mikroszkóp alatt, akkor egy zsilettet lát. Uh -huh. Egy mikroszkópos zsilettet, nanonadságos zsilettet, ami nem csak hogy úgy néz ki, hanem úgy is viselkedik a szervezetben. Ez bekerül az érrendszer, és belülről kaszabolja az ereket. A szervezet ezeket a, kaszíroz, ezeket a kaszabolásokat érzékeli és minden meccés megpróbál betömni, és mivel tömi Egy kis trombussal. Tehát az oltott emberek vérkeringésében sok millió trombus lesz, és ami ezek a trombusok sajnos bármikor le tudnak sodródni. Hiába van valakinek az oltás után három évig semmi panasza, egyszer csak elmegy úszni, és az úszástól felgyorsul a vérkeringése, lesodrogodnak a trombusok, és nem biztos, hogy még ki tud mászni a vízből. Jézusom! és ugyanazon a focistáknál, ugyanazon a kézilabdásoknál, sőt, egy sima szeretkezés után is az lehet lehet az a vége, hogy a szeretkezés által felgyorsult vérkeringés lesodról a trombusokat, és ott hal meg az illető az ágyon. Jaj, de jó, hogy nem be magam. Tehát itten, itten az emberek el se tudják képzelni, hogy micsoda disznóság zajlik a háttérben. Én nekem személyes meggyőződésem, hogy itt egy népírtás zajlik. Ezt már sok helyen be is ismerték. Maga Pfizer is már csinált olyan nyilatkozatokat, hogy nem védett az oltásuk, és tudja, hogy halált okozhat. Beismerte maga a Pfizer. Csak Gen. ugye ezek a hírek nem kerülnek a nyilvánosság elé. A országoknak a politikusai, nyakik ebbe benne vannak, tehát ők nem is érdekeltek abban, hogy itt a valóság föltárolódjon, hiszen ezzel beismernék azt, hogy maguk milyen védkesek. Más a helyzet az északi szomszédunknál, pont a, a szlovákoknál, ugye ott a Covid után változás volt a politikai elit terén, és ott viszont nagyon őszintén kezdenek róla beszélni, és nagyon-nagyon, most kaptam egyébként egy szlovák államtitkárnak a beszédét, fordítjuk magyarra, mert hogy, hogy éppen friss anyag, mert nagyon szépen elmondja, hogy micsoda, disznóságokat követtek el hatalomban lévő emberek a, a Covid kapcsán. De nálunk nem volt politikai változás, és az a, az a sok százezer ember, aki egészségkárosodott, illetve most már sajnos meg is halt a, a injekciók következtében, azok... A, azok iránt senki nem érez felelősséget, és ez a kormány nem is fog, hiszen ez az ő bűne. Nyúnyóka néni, Igen. az összes virológus, meg a Orbán Viktor, aki közölte, hogy aki nem oltatja be magát, az, az meg fog halni. Hát, e, 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 és addig, amíg az orvostársadalom jelentősebb, nagyobbik része e, szervilisen kiszolgálja a, a, a politikai e, garnitúrát, amíg nem a saját e, Erkölcsi normái szerint, ha, mert ezek szerint akkor elég gyatra erkölcsi normái lehetnek, tehát hogyha nem épül ez ki, akkor, akkor továbbra is kiszolgáltatottak vagyunk az újabb és újabb járványok. És akkor összegezve. Hát, látod, ezért, ezért alakult meg az új or ma magyar orvosi kamara, ami azokat az orvosokat próbálja összeszedni, akik látják a, és átézik a felelősségüket ezzel kapcsolatban, és valóban segíteni akarnak a nemzetünkön. Csak hát ugye ez még, még gyakorlatilag csirájában van, most az a közel 50 ember, aki ide belépett, ez még túl kevés ahhoz, hogy meglegyen az a politikai súlya, hogy ellen tudjunk állni a hivatalosságoknak, hisz muszáj ellenállni, hogyha meg akarjuk menteni a nemzetkötünket. Ráadásul nem csak sokkal több orvosnak kellene itt lenni, hanem még egy társadalmi támogatottságnak is kellene lenni, hogy erőt adjanak ezeknek e, a gyerekeknek. Hála Istennek csatlakoznak hozzánk jogászok, akik már átérzik a felelősséget ezzel kapcsolatban. Ugye most akarják bevezetni azt az oltást, amit a 13 éves gyerekeknél erőszakkal be akarják oltani. Hát ezek az oltások, ezek mögött nincs klinikai vizsgálat. Most gondoljuk el, hogy be akarnak oltani egy teljes nemzetnek a 13 éves gyerekeit. És klinikai vizsgálatok nélkül. Hát nem voltak állatkísérletek. Nem, nem tudja senki, hogy ennek az oltásnak mi lesz a következmény jó pár év után. Már most is ott vagyunk, hogy a gyerekeink közel 100%-a autista. Mit akarunk elérni, hogy a gyerek azon az oltás után meghaljon, Mert ebbe az irányba megy a Még, megy ez a dolog. Abszolút friss adatot hallottam az egészségügyi államtitkártól, ugye mert a, a belügyminisztérium, a rendőrminisztérium alá tartozik az egészségügy, tehát ez is egyszerűen. Én nem tudok napi rendre térni e fölött, szóval, de ezt nem tudom elfogadni, hogy nem is lehet, nem is lehet, az nem is lehet, szóval is lehet. Az oktatás, ugye? Szóval most hallottam ezt a statisztikát, az államtitkár úr mesélte el, hogy ma minden hét párból egy már meddő, tehát nem fog tudni, vagy a fiú, vagy a lányokán, vagy akár kettőjük okán nem fog tudni, gyermeket nem Ez jó, hogy megemlítetted, ez, ez bocsánat. A lakosság gyakorlatilag itt a 15%-a már. Ez jó, hogy megemlítetted, mert hogyha megnézzük, hogy mik azok a dolgot, amit ez a tüskeférjét képes károsítani, az egyik károsító hatása pont az, hogy a spermiumnak a behatolását a peteseidbe ez a tüskeférj leblokkolja. Tehát, hogyha a fiatal emberek be voltak oltva, ennek a döntő részük meddővé válik. Nem lesz gyerek, nem lesz unoka. Hát mi az, ha nem népírtás? Így van. Összegezzük akkor így a műsor végén, tehát az első és a legfontosabb kedves nézők, hogy akinek megvan az egészség, az nagyon vigyázon rá, és az a felelősséget az saját maga vegye a kezébe, ne bízza senki másra. Foglalkozzon vele, mert amikor aztán már csorbul az egészségi állapotunk, amikor megjelennek a betegségek és azok a sora egyik a másik után jön, akkor már akkor már egy küzdelemben vagyunk, amelyik, amelyik hát kétes eredményeket hozhat a jelenlegi egészségügyi állapota mellett. És hogyha valaki mégis már megbetegedett, és ilyen betegségei vannak, akkor keresse azokat a, azokat a pontokat, azokat a megoldásokat, amelyek valóban tiszták, őszinték, és ne menjenek a Big Pharma Ügynökeihez, mert, mert rajta vesztünk. János? Hát én is ezt látom. Nem akarok önpropagandát mondani, de van Magyarországon egy jó pár olyan orvos, aki komolyan veszi a nemzetnek a segítségét. Nem tagadta meg a Hippokratiszi esküjét. Ilyeneket fel kell fölkeresni. Más Já. megoldás nincs, János. János, nagyon szépen köszönöm a Nexus Televíziónak is ez a törekvés, egy minél több ilyen orvost, gyógyítót, mert hogy már ne is orvosnak hívjuk ezeket, hanem gyógyítóknak, minél több gyógyítót mutassunk be, és mutassuk meg a nézőinknek a, az utat a gyógyuláshoz, és súlykoljuk, szúrkoljuk, hogy jogunk van az egészséghez. János, köszönöm szépen, hogy itt voltál a nézőknek, köszönöm a figyelmet, nézzék továbbra is, a Nexus televízió műsorait tudják, mert jogunk van az egészséghez is, jogunk van az igazsághoz is. Viszontlátásra! Viszontlátásra!